Bizony, dá. Dobrácsár népem, úgy bizony, dá. Bölcsi egyetlen, Nagy Bartos egyébként újra jelentkezek nagy beéként, mi a fölvétel, úgy bizony. Nagyba, nagyon szépen csöszöm, úgy bizony, dá. Nagyba, köszönöm szépen, úgy bizony, hogyan, dá. Akik meglátogattak Nagyba ú. A csözönség találkozom a Sziget Fesztiválon. Sziget Fesztiválon, akik Nagyba együttek. Úgy bizony, dá. Tehát még egyszer egyébként csöszönöm szépen, dá. És hogy mindenféle, így meg nem látszódok, dá. Mindenféle földi jóval megcsajándékoztak, pláne egyébként akik adtak pia, de a pia is egyébként nagyon jó volt, sőt egyébként a legjobb a pia, dá. De. Úgyis egyébként a pénzt a piára költöm, tehát teljesen mindegy egyébként, hogy pia vagy píz, mert a pénzt a piára költöm, mert Bartos Ista nagy, sose felejtjétek el, úgy bizony, de cigire és piára mindig legyen píz, de egyébként mégis mutatom, úgy bizony, de csak iszok jó kis Bartos Csezerjöt. Bartos Csezer jó, de. Meg kis sört, kis sörrel küldöm. Sztori. Nagyba megmutatom úgy bizony, de hogyan erre mindig legyen píz. 5000 forint volt rozé bor. Úgy bizony. Ilyen pöpet csappa. Ilyen pöpet csappa, de. Nagyba, rozébor, úgy bizony, dáú. Fő kell húzni. És már mén, nagyba mén, úgy bizony, dá. Nagyba ú. Úgy bizony, meg is mutatom, 5000 forint volt, de megérte a csárát. És akkor igen van benne egy praktikusan. Tehát így van egy ilyen zsák, ilyen csfólia, csfólia ebédre, úgy bizony. És akkor Nagyba így lehet így Nagyba, így, tehát így praktikusan. Igen, itten van a csap, de. És akkor lehet így Nagyba így iszogatni, úgy bizony, de. 5000 forint volt, Nagyba egyébként megérte egyébként a csárát, úgy bizony, de. Itten van a csap, de, bizony, dáú. Nos, tehát egyébként visszatérve a jöleg, vagy a témára, úgy bizony, dáú. Nagyobb, áh. Nagyon szépen csöszön egyébként Nagyba, de. Hogy akik együttek Nagyba, tehát még egyszer egyébként mondom, de közben egyébként nyülintek a kis bort. Sziget Fesztiválra, és megajándékoztak mindenféle jóba. De még egyszer egyébként köszönöm, úgy bizony, például egyébként kaptam, már kettőt megettem, ez majd ilyen csínségesebb időkbe csonzerveket, csonzervek, de kaptam egyébként ilyen csonzerveket. Eljúriska, Mariska, eljúriska, Mariska! Hey Juska! Hey Juliska ma! Hey Juliska ma! Máriska! Máriska! Kaptam egyébként egy csomó. Kaptam két ilyen nagyobb sört. De. Ez mondjuk egy kisebbik. Akkor kaptam ilyen jégert. Mondom egyébként két nap alatt beszlopáltam. És be is kerültem a chatoxba, mert még megfőjeltem, úgy bizony, de. Megfőjeltem Nagyba még két littyó borra. És annyira bérugtam, hogy a chatoxikálóba békerültem. Na, de, Rovje, még egyszer egyébként mindenkinek a csőr. Csak nem tudom, ez a csamerát egyébként békül, igen, egyébként Nagyba egyébként csállítani. Csállítani, úgy bizony, de. Tehát Nagyba ú.
Köszönöm egyébként, hogy mindenféle jóval egyébként elhalmoztatok. Egy egyébként nagyon egyébként ugyan nem esett egyébként, meg el is estem egyébként többször. Tehát egy látszódik, de hogyan kékződ vagyok, tehát elestem valahun. Vagy nem tudom, egyébként nem cseverekedtem szerintem, de itt is ződ vagyok-e. Üzem. Na, de rúgják. Na, üzem. No, másik csontor dolog, meg egy kis harapok egy kis fügét. Na jó. Csak nem nagyon ittak egyébként a Bartos cserjáróba. Pedig nem harap, saját készítési borom. Nagy baú. Egy ilyen flakon körülbelül egyébként olyan 100 000 forint. 100 000 forintért adok egy ilyen flakonnak. És akkor nagy bejegyként kigyűnnek közönség találkozóra, bazd meg, és nagyba himbilimbi, nagy Bartos himbilimbi! Himbilimbi. És nagy bejegyként nem isznak a Bartos cheddar jogú. De. Na de. Mert elmondom egyébként, hogy az nékik a bajuk, de meg minden földi jó egyébként benne van. Na de meg. Hogy a színe meg a többi a tartalma. De beleszaglásznak, mondják, ez nem kell. Még ha tudnák, úgy bizony. A jó múltkor egy csávót is kínáltam, nagyba ú. Azt mondta egyébként, hogy ne haragudj, Bartosebbű nem iszok, mert úgy néz ki, mint a hányás. Mondom, hányás, vágás, mondom, ebbe mondom, arany van. Saját. De fönn van egyébként. Fönn van egyébként a Fruit Clubon nagyba egyébként a receptje. Bárki egyébként hozzá tud jutni, de a receptje is egyébként változik. Úgyhogy. Tehát nem állandósult recept van. A szemét és csalma, meg olyan szezonális gyümölcsök, körte, stb. Vagy mögy, csöresznye. Tehát mindig egyébként változnak ezek a gyümölcsöcsök. De? Na, de. De fönn van egyébként nagyva, de a Fruit Clubon az elkészítési módja, úgy bizony, de. Uzam. Tehát nem árulok nagyba zsága macskát, de nagyon sokan egyébként, nem hogy sokan, a Sziget Fesztivál... Sziget Fesztiválon azt hiszem talán egy valaki csóstulta meg, de nagyon jól éreztem egyébként magamat, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer egyébként a csajándékokat, a csrészvételt, stb. De. Másik. Nagybaú, amiről meg akarok beszélni, majd több témáról is fogok egyébként beszélni majdam. Nem mostanában, ez egy következő csirejóba lesz vagy, de... Na, egyébként egy szörves dolog. Nagyba, de. Például csokáért, én megmondom, én mindent egyébként megiszok, de például a tejet, kólát, a cólát, tehát a kólát és a vizet utálom. Tehát undorodok egyébként a tejtől, a cólától és a víztől. Az első vizet azt meg tudom például inni borral, vagy mit tudom én. De igen, magában megmondom egyébként, hogyan van egyébként a hányásvágás, de. Például csokáért, tehát egyszer... Tehát ránézek, és így undort kelt például a tej. Tehát nem tudom egyébként ezt megmagyarázni, de. Tehát valahogy egyébként így csundort kelt. De. Alacsonyág, lehet, hogy az még gyerekkoromból eredeztethető ez a dolog,
a másik pedigeket egy kapitalista cula, azt azért nem iszom meg. De például ez egy nagyon furcsa dolog egyébként a életemben, de hogy ez nagyon furcsa a életemben, hogy például csokáért, csak még egy jó kis rózit, hogy a cólát is megiszom vörösborral például. És nagyban, mint a tehén tőgye már gyűn egyébként, nagyban így a jó kis borból. Tehát megiszom még mondjuk cólába, vagy a cólát megiszom vörösborba. Ez érdekes dolog. A teljes kávét is megiszom. Jó, simán szeretem a kávét, tehát én meg tudom, a vizet meg az fröccsbe tudom meginni, de. De így el, hogy mondjuk azt mondanál valaki egyébként, hogy tudnám, hogy ebben víz van, kiönteném el a jó büdös picsába, bazd meg. De. Vagy látnám, hogy tej van benne, kiönteném. Nem tudom meginni, de mit tudom én mondjuk a tej, ez is lesz, mindig egyébként mondjátok azt, hogy nagyban gyerítel ez is, hogy ebben, hogy nagyban hogyan baszhat, hogyan csináljak 2 vagy 3 liter tejkívást, simán, hogy fölbontom a tejet, nem tudnám megcsinálni, mert visszarókáznám. De azt mondom, hogy azt meg tudom egyébként csinálni nagyban kihívásban, de az se kihívás, mert naponta ilyen 8 liter folyadékot biztos, hogy megiszok, vagy lehet, hogy többet, bort, mindenféle, úgy értve, hogy bortos csezerjót, sört, stb. De. De például, de, mit akarok is mondani, de ú, na de. Hogy mit tudom én mondjuk, tehát csak is egyébként úgy tudom meginni a tejet, hogyha van mellette, tehát csalkollal így fölhigítom, tehát fölöntöm csalkollal. Mondjuk mit tudom én mondjuk, akkor úgy csinálom, hogy ja, és ájsztó, hogy még volt fél liter házi pálinka is, azt köszönöm szépen egyébként, aki osztályba, ilyen szőművegelt gyerek volt, na, marha nagy tanítvány. Na azt is egyébként így 20 óra kétszer megittam itthon. Bebasztam mind atom. Na, tehát visszatérve egyébként, hogy mi a hányás vágás. Na, egyébként kis táskabártas, nagy táskabártas. Nagyban. Alacs lényeg, de csak még jó kis sör. Hogyan? Nagyba ú, de. Hogy, tehát ugyan tudom egyébként teljesíteni például azt a kihívást, hogy mitől... ugyan tudom teljesíteni, hogy fölöntöm a tejet mondjuk fél liter vodkával, egy liter tej, mondjuk mit tudom, fél liter vodka. Vagy mit tudom, akkor adok hozzá mondjuk egy fél liter, egy liter bort. Simán egyébként megiszom. De is simán a tejet nem iszom meg. Nagyban egyébként nézzetek egyébként nagyba csutána ú. Volt egy francia, azt hiszem, hogy francia volt, vagy olasz, nem tudom, olasz vagy francia. Úgy hitták nagyba a csávót, a fickót úgy hitták, Michel Lotito. Francia ember volt. Talán megértek a csényege, de az üveget úgy ette, mint más a chipset úgy ropogtatta. Ropogtatta a csüveget, de. Talán a csényege úgy bizony. Vasat evett, fémet evett, megette a fémet, a vasat, mindent. Lehet, hogy még él, nem tudom, amúgy mostában nem nagyon hallottam egyébként róla.
És például sokáért, mondom az üveget, ettel, tehát kiitta a boros pohárból a bort, basszát, vagy a soros pohárból, utána így megette a soros pohárt. Kényszerjék ki meg tudom ezt csinálni, csak a frutyúbb lepécsa, tehát nagyban mondjuk bemegyek, mondok a itten Székelyföldön a Bölvárosba, szoktam is egyébként nagyban, hogy kérde, vagy mondják nagyban, hogy fiatalok, hogy legyél üveget, Bartos. Simán egyébként, jó, már kopnak a fogai eléggé, ja? Tudom. Attól függetlenül meg tudom, tehát ezek, tehát ez nem kihívás nékem. Tehát elcsropogtam. És az a lényeg, hogy ez a, ez a francia fickó, ez a francia fószer, az a lényeg, hogy például azt nyilatkozta többször is, hogy megeszi az üveget, fémet, mindent, simán, de viszont a banántúl meg a főtt tojástúl beteg lesz. Azt azt mondta, hogy azt nem tudja azt mondta megenni. Azt mondta, hogy ránéz, és undora lesz a főtt tojástúl meg a ízétúl, banántúl. És mondom, minden megeszik. Mindent, de a műanyagtól elkezdve minden megeszik. Lótító úgy kell egyébként beírni, és kiadja nagyba egyébként a frutyú, meg minden. Tehát nem hazudgálok meg semmit, tehát van ilyen ember, mint én. Én a főtt tojást azt megeszem, ha van, a banánt azt nem nagyon, azt nem szeretem, az almát szeretem például, de... meg a papírt, de attól függetlenül mondom, a csávó annyit nyilatkozott, hogy üzé, hogy a banánt és a főtt tojást nem tudja megenni. Azt mondta, hogy beteg lesz tüle. Én meg a tejtű, ha ránézek, meg a ízétű, víztű, meg ilyenektű. Víz, de mindent egyébként megiszok, tehát legyen az bármi, csak ez a három csitalt így simán nem tudom meginni, mert én is ugyan vagyok egyébként tüle, hogy elkap a hány inger. Tehát rókázni akarnák, úgy bizony. Da. Nagy egyébként a szlipákul a kis rozét. De. Így elkortyulászom. Bizony. Hát egy ilyennel egyébként meg lehet inni akár 10 litert is. Így egész napra cselosztva. De. Na, az egésznek a lényege, hogy ja, még akartam egyébként más témákkal is csörendkezek majd a... Mostan úgy áll egyébként ez a... mert ugye, hogy olyan csintézetbe akarok vonulni. Jövő hét szerdán, tehát jövő hét szerdán, tá? Akkor, akkor mének nagyba vérvételre. Akkora kaptam időpontot, tehát időpontot akkora kaptam, tehát akkor megyek egy ilyen vérvételre, de? Úgyhogy akkor, akkorra, de még nem tudom egyébként, hogy mit lesznek a fejlemények, úgy bizony, hogy még egy slukkot szívok, de a cigiből. És ja, még egyet egyébként akartam még egy. Ja, például egy, lehet, hogy fordítva vagyok egyébként békötve, mert sürtről még bűl, tehát abból a büdös halból, aki... Láttátok egyébként, biztosan én röngeteg csilejút láttam, ilyen gyönge pudingok, ilyen tápos gyerekek. Nagyba igen, hogy ilyeneket, hogy kihányják a sűrszörményet, az a, ilyen, azt hiszem nem ukrán, hanem összembe jut, majd összembe jut közben, hogy milyen étel. Én abból három dobozzal be tudnák tóni amúgy. Tehát sűrszörményből bármennyit egyébként meg tudok enni, sűrszörményből is. De sűrszörményből akár egyébként meg tudok enni három dobozzal.
De most jutott eszembe, svéd étel. Svéd. Mondom, három dobozzal megtok, ezek meg sugárba rókáznak tüle, akik fönn vannak a frutyúban. Hát leégetik saját magukat. Hát az egy finom hal, büdös hal a sűrcről, mint. Nem hiszem amúgy, de. Csinálok egy jó kis nyári koktélet. Meg egyébként akarom majd a egy kis sör bele. De. Cukraja, de cukraja. Cukraja, de. Tehát lehet, hogy fordítva vagyok én is bekötve, de mindenki cukraja, de hadd menjen bele, de érdek. Kis cukraja. És amióta egyébként mostában megint egyébként cukraja teszek, mostan hisztam egy ilyen 2 kilót legalább. Cséhidrát. Nagyba egy kis citromlev. 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 Csak miattam egy citromlev. Csesővíz az már megvolt. Egy kis citromlédá. Ülintek is. Mert ez fölfokozza a gyomorsavat. Ez jó amúgy. Mert mindent akkor meg tudok semmészni. Egy kis só az élet sója. Spudingpor. És egy kis fökete bors. Fökete bors. Egy kis fökete bors. Fökete bors, új bizony, de... Ez ilyen nyári csoktél. Na, terve! Nos, tehát az a lényeg, hogyan, hogyan ennyi voltam, és majd nagybajéként csülentkezek, de csülentkezek nagybaú, lesznek természetbe csidejók, körbe videók, nagyba csidejók, és igen, majd a ház környékén is csinálok nagyba egyébként. Most a lehet, hogy egyébként 2 vagy 3 nap múlva újra csőlentkezett. Na, még iszok egy kis csrozét. Nem is tudom, hogy hová tettem. Azt mondja, hogy ...12,5-ös. De. Tudod. Na de, próbje. Mennyi volt nagyba? Ennyi volt a Bartos mára. És nagyba egyébként majd füleljétek meg nagyba udá.
Lesz majd egyébként a marha nagy csile, jó, mondom egyébként elmondok csörténetet. Ennyi jó, de. Ja, Stáj! Hogyan lesz, nem, mit is akartam még? Azt már elmondtam. Nagyba körti csirályok lesznek. Törvészetben lesznek csirályok. Azt hiszem egyiket, hogy akkor mindent elmondtam, de. De föl is írtam pár magas gondolatot. Akkor ennyi volt. Senkiről semmi jót ne halljak. De. Konyát. Ugyan.